Flight Simulator 10 videóval jelentkezek nektek. Mint látjátok, ez egy Airbus A340-es, azon belül is a 300-as verzió, és a Swiss Airnek a San Francisco festése. Direkt próbáltam valamilyen különleges festést mutatni nektek. Ez egyébként Blackbox-nak a terméke. Tehát ez a Blackbox Widebody Airbus termék, azon belül is az A340-es, van nekik A330-as is, de nekem valahogy így a fétisem a négy hajtóműves, és ez az egyetlen Airbus, ami tetszik, hogy őszinte legyek. De menjünk végig a nézeteken, ugye Budapest Ferihegyen vagyunk, és ugye ez a szárny, nagyon szépen meg vannak csinálva egyébként a flapsek, már ha úgy akarja, hogy megmozdítja a flapsot. Igen, úgy akarja, hogy megmozdítja, csak ugye először, mivel Airbusról van szó, azért a szárnak belépőjére rakta ki először a flapset. Ugye már itt tartunk, akkor használjuk a joystick tetején lévő gombot. Hopp, az ugye egy kicsit bugos. Egyébként a legnagyobb... Igen, ez annyira ne erőltessük ezt a nézetet. Ugye ez még egy erősen beta szoftver, nem is került, azt hiszem csak... Igen. Nem, azt hiszem pontosan 20 euró volt az ára egyébként, és kettő darab gép van benne, a 300-as és a 600-as verzió az Airbus A340-esnek. Nagyon szép a pilóta fülkéje. Az FMC-t megmutathatom, de csak hülye vagyok hozzá. Tehát init. Jó, rendben. Titit. Performance. Ez is érdekes egyébként, hogy nekem kell beírni. From LH BP. És mondjuk legyen format error. Jó. LHBP, mint Budapest, ahol most vagyunk. Az a rohadt P betű. És mondjuk... Úgy. És akkor mondjuk legyen EGNX, mint East Midland. Jó. És akkor itt ugye egy csomó mindent már. Most tudom, hogy Align eljárás, Navac Race upgraded. Jó. És akkor Cost Index, hát az legyen mondjuk a szokás. Ja, oké. 0.75-ös. Úgy Cruise Flight Level, hát az mondjuk legyen. Entry Out of Range, hát jó. Clear Flight Number, mondjuk 1975, majdnem mindig ezt használom. Format Error. Vajon. Ja, vagy új, értelek. 1975, ez lesz a flight number. És akkor, ha úgy adom meg neki, hogy FL 300, úgy megeszi? Igen. Jól van. És akkor itt már lehet neki performance-okat adni, de mindegy, hülye vagyok hozzá. Waypoints, direktor. Jó, persze. Mindegy, hagyjuk is. Nem ebbe akarok belemenni, csak az alapposition indítet megcsináltam. Ugye itt van a négy darab hajtóműnek a kijelzője. Ugye N1-es fordulat, ez a kilépő gáznak a hőfoka. Ugye a kettes fordulat, ugye az N1-es a kis nyomású, az N2-es a nagy nyomású. Ez pedig a üzemanyag fogyasztás, hogy hány fontot fogyaszt óránként, és itt megmutatja, hogy a flaps fullon van, parking brake rajta van, meg ilyen egyebek. És néha egy kicsit belaggol. Nem foglalkoztam még vele, ígérem, ezzel is fogok, de egyelőre én úgy érzem, hogy a... elnézést, én úgy érzem,
hogy jobban szeretnék foglalkozni a 737-200-assal. Na de nézzük végig a belső nézeteket. Ugye ez a másodpilóta, ez középen, nem is tudom minek nézni, jump seatnek, ugye ez a vendégnek, és akkor ez meg a kétdimenziós kokpit, ugye ennyi belső nézete nagyon nincs a gépnek. Nézzük a külső nézeteket, ugye volt spot, long spot, ugye ez azt jelenti, hogy itt nem lehet mozgatni, mindig innen lesz. Ez a nézet egy kicsit megfektette a gépet a 12 FPS-sel, de kíváncsi vagyok egyébként, hogy rendbe jön egy kis lőttem, mert én azt vettem észre, hogy néha az van, hogy így egy kicsit megszakad az FPS, és akkor utána jó lesz, ha betöltött mindent. 10, 16, 15, 16, 18, 16, hát ennél jobban nem fog szerintem rendbe jönni. Nézetet. Hát a flyby az nem nyert, és ez meg ugye felülnézetből. Ugye Ferihegy 1-es terminál, a Ferihegy 1-es terminálnak az épülete. És itt van ugye egész Ferihegy. Ugye beállíthatnám a 2-es terminálhoz, csak akkor ott lenne a kukac, ami másznak be az emberek, meg stb. Jó, az így. Milyen nézet van még, és akkor be is értünk. És szépen ki van dolgozva a modell, ugye látszik az összes futómű. Ugye érdekessége ennek a típusnak, hogy ott középen is van egy plusz futóműve. Tehát igazából 4 futóművön mozog. És akkor, ahogy mondtam, ugye ez a belépő jelen, ezek mennek ki először, amikor a flapset rárakom. Nem, ez már vissza, légy szíves. Jól lassan állnak át a flapset, ahogy nézem. Bár ugye most elvileg maximum volt, és most mondom, húzom visszafelé. Meg gondolom lehet gyorsabb lenne, ha nem folyamatosan nyomnám a gombot, hanem nyomkodnám. Aj, ne csinálj belőlem hülyét, légy szíves. Elvileg nagyon sok minden animált rajta. Ugye látszik, mi a szárny még, akkor ugye befelé nem látszik ebből a szögből, és ugye ott látszottak a próbálom kicsit úgy beállítani, hogy jobban látszódjon a dolog, igen, tehát a kanyarodásnak a dolgai. Ugye ha lefelé nyomom, akkor a magassági kormány úgy el lehet átrakozni, úgy el lehet a kormány, és ugye közben szépen lassan becsukta a flapszeket, miközben én kopáztam. Shift-L2-nek kéne nyitni a kargót. De lehet, hogy ez nincs animálva, ahelyett kinyitotta a másik oldal. Shift-L3. Az nem az volt. Azt akartam. Kéne most becsukódnia, és akkor ha gyorsan nyomok, igen, most nyílik ki a kargó, ott a halul, és itt E3-mal, így nem lehet az órát átfordítani, és ugye mélynek szintén van. Zárom vissza elvileg, csak nem sikerült megjönni elég gyorsan. Shift-L3, igen. Na hát igazából ugye ez a festés, ez a
Zürich-San Francisco direkt járatot reklámozza. Ez a A3-43-300-as, az egy kisebbik. És akkor kicserélem a gépet a 600-asra. Azon belül is szerintem az Etihad F1-es festésére. Black Box 643 Lufthansa, Formula 1, igen. Oké. Ezt most újra betölti. Igen, látszik, hogy ez egy kicsit nagyobb gép. Meg szebb is, ugye ez a 2015-ös Abu Dhabi nagy téve, miért törődnek így a motorok. Tehát ugye egy kicsit hosszabb a gép, de jó helyen van ez, annak úgy így belefér. Nekem ez a festés nagyon tetszik, ugye a 300-as meg a 600-as között ugye észrevehetően a hossz a különbség. Ugye a 300-as nagyobb távra jó, a 600-as meg több embert tud elvinni. Emlékeim szerint itt is ugyanúgy megvan a futóművek, hát csak nem fog elé menni. Igen, mert hosszabb a gép, lehet, hogy nem erre kellett volna tenni valóban a gépet. Erre a parkolóállásra. Ennyire tudok előre menni szerintem. Utána már belemászunk az épületbe. Igen. Az ott milyen manév gép, azt nem tudtam még kideríteni. Meg ott is van egy manév gép. Szerintem az 1737-es ott van egy kis idő, egy Fokker, vagy egy Bombardier S8-as. Mindegy, nem erről beszélgetünk. Ja, még a fényeket nem mutattam meg. Így néz ki, az összes fény föl van kapcsolva. Ez valami érdekes lehet. De igazából itt a modell, ami a különbség. Belülről ugyanaz, szerintem. Az animációkat felesleges még egyszer megmutatni. Tehát a cockpit, vagyis a pilótafülke az ugyanúgy néz ki. Ez is elég szépen ki van dolgozva az árához képest. Hát, ez egy május 30-ai 2012-es, hát ez egy 1205-ös érek. Hát, az elég régi. De szerintem majd megnézem, hogy tudom update-elni a Navigraph-nak a datájával. Ugye ennek van egy ilyen menedzsere. Azt tudom, hogy a 737-eseket biztos, hogy vagy a Captain Sim-nek a 767, és itt látszik egyébként az Elevator, meg az Alerionoknak a állása itt. Úgy nagyon szépen látszik, és akkor ha még itt kitérítem a kormányt, akkor ez is látszik. És egyébként szerintem, ha a pitch-et állítgatom, igen, akkor még az is látszik, hogy a pitch-et állítgatja. Csak hol van a másik gombja a pitch-nek? Ja, igen, a 4-es meg a 5-ös gomb. És ugye ott látja, hogy a zöldben kell lenni egyébként felszálláshoz, valahol ott általában 5 környékén, de ez mindig attól függ, hogy mennyire van megpakolva a gép. Én meg hülye vagyok ahhoz, hogy kiszámoljam. De ugye, ahogy elengedtem a kormányt, úgy vissza is állt. És hát ugye itt botkormányt nem kell eltüntetni, mert az Airbusokra jellemző ez a joystickos megoldás. Ugye a 300-ason meg a 310-esen nem ilyen volt, de azt hiszem azóta ilyen. A barométert beállítottuk. Igazából nagyban nem különbözik a Boeingeknek a pilóta fülkéjétől. Annyi ugye, hogy ezen nincsen. Ugye hát ugye meg a flapsnek három állása van, tehát 0, 1, 2, 3 full. Ez egy kicsit ugye
kicsit egyszerűbb elvileg a gép, mint a Boeingek, gyakorlatilag meg ugye az van, hogy rengeteg számítógép dolgozik benne, és felülbírálja sokszor a pilótát az Airbus. Nekem ezért annyira nem szimpatikus. Na hát ezt megint meg kell majd tanulni, hogy mi ez a sok gomb. Hogy őszinte legyek, abban sem vagyok biztos, hogy jelen állapotában egyébként jól van bekonfigurálva a gép ahhoz, hogy föl lehessen szállni. Hát aztán beszól, hogy parking brake, meg takeoffot nem engedi. Valamiért. Hát, eltérje. És érdekes, hogy van rajta egy teljesen analóg műhorizont. Milyen DM-ék vannak neki beállítva, hogy lát távolságot. Na mindegy. Meglepődnék egyébként, a Black Box megcsinálta volna, hogy megtervezi az utat ezek alapján. Itt melyik gomb mit csinál? Ne kérdezzem, már nem írja ki. Valószínűleg azért nem írja ki, hogy melyik gomb micsoda, mert ugye egy kicsit bele van nyúlva az agyába. És rengeteg szűrés van rárakva utólag a driver által, amit nem a... Ja, a stick priority kírja az idővel. Barométer. Ez amit meg lehet nyomni, de semmit nem csinál, értem. Fly Director, LS, Bornab, A. Azt is kírtam. Kettő mód, egy mód. Hát érdekes, hogy van amiket kiír, meg van amelyiket nem. Pillanata megjelenik, aztán eltűnik. Ez valószínűleg azért van, mert mondom egy kicsit, majd arra is fogok csinálni egy videót, hogy hogy van egy kicsit gatyába rázva a Flight Simulator, hogy jól nézzen ki. Meg viszonylag jól is fusson, hogy itt látjátok az FPS-t, azért ez belső nézetben nem rossz. Főleg amikor ennyi kapcsoló, meg mindenféle van. Szóval még egyszer mondom, ez a videó nem arról szólt, hogy megmutassam nektek minden rendszerét az Airbus gépeknek, mert szó sincs erről. A modellt akartam megmutatni, a Black Box-nak a modelljét, illetve még egy dolgot szeretnék nektek megmutatni, egy 6F4-et. Úgy, igen, ki akarok lépni a Flight Simulatorból, és van neki egy ilyen Free Flight Manager-e, ezt akarom még megmutatni. Ez hasonló, mint a 730 a Captain Sim termékeknél, ugye a ACE nevezetű program. És itt azt mondod neki, hogy Fleet Management, és azt mondom, hogy Payload. És azt mondom, hogy No Aircraft Loaded. Aha. És akkor azt mondom neki, hogy mondjuk legyen ez. Úgy. És akkor azt mondom neki, hogy payload, most már betöltötte. És ugye itt lehet beállítani, hogy milyen beállítással akarsz repülni. Ugye egy high density-vel, hogy 320 turista, meg 12 prémium, vagy 24 business, meg 261 turista. Igazából lehet állítani. Ugye, hogy hányan legyenek a pilóta fülkében, meg hogy hányan vannak magában a... Tehát hány sztyúi van a gépem. És hogy a cateringet hogy töltje be. És hogy international van még. És ugye mindjárt az zero felvált lejjebb, mert... És akkor azt mondom neki, hogy... Ugye itt kiszámolta, hogy ez a zero fuel weight, maximum zero fuel weight, ez meg a maximum takeoff weight. Tehát ennyi lehet maximum üzemanyag nélkül a gép, és ez meg ugye ami a maximális felszálló tömege lehet. És akkor itt vannak tök jók, mert azt mondom neki, hogy passenger, total passenger load, és ugye high density-re van állítva, és akkor így toljuk neki, mondjuk így. Mennyi a maximum 377, akkor mondjuk legyen úgy egy 300,
330 körül. 330 legyen, igen, a utasszám. Ja, és ugye ezt élőben meg tudja csinálni. Tehát, hogyha fut a szimulátor, és megnyomom a connectet, akkor ezt élőben állítgatja. De most ugye én csak a magát, a módszert akarom bemutatni, ez hogy működik. Azt mondom neki, egy cargo. Azt mondom neki, hogy auto baggage. Total cargo load. Ugye passenger 320. Auto baggage be van kapcsolva, és nullára rakja. És ugye ha randomra rakom, akkor már túllépte a limitet. De igazából nem értem, hogyha az auto baggage-et bekapcsolom. Aha, most rakta be, 6600 kilót rakod le, ugye auto baggage-el kargónak. És akkor fuel. És akkor itt meg elvileg azt lehetne beállítani, mondjuk félig pakoljuk meg. Úgy. És akkor azt lehet neki mondani, hogy dispatch. És ugye elvileg most lehet beállítani, amit az előbb is beállítottam, hogy mondjuk Budapestről. Úgy. Kiválasztottam neki, hogy Ferihegy. És akkor legyen EGNX. Hopp, bocsánat. East Midlands, igen. Akkor itt is át kell érni, egy dupla kattal viszi be. Igen. Új cruise attitude, ez egy kicsit erős, úgy. Úgy. Cruise Mach 0,80-as, és akkor kalkulált fuel. És akkor ő betölti szépen, hogy mennyit. Ugye trip time írja, hogy 1 óra 53 perc. Trip fuel 13 ezer, tehát durván 14 tonna. Hogy alternate airport legyen mondjuk Liverpool. Úgy. És akkor ugye írja, hogy a fuel az kell 15.500, vagy igen, 15.500-15 tonna. Ugye, hogy 1700 kiló pluszban, hogyha Liverpoolban szállunk le, nem Isnizlencen, ezekkel a beállításokkal. És akkor meg beállítom neki, hogy triple reserve 10%. Hold time-ot számolunk 4 órát. Taxi time legyen 10 perc. Apuról fusson 5 percet. És akkor ezt így szépen kiszámolgatja nekünk. És ennyi igazából. És akkor ugye payloadnál elvileg beállította az 55.950-et. Ja, nem állította be. Tehát 55.950 kg, és itt meg azt írta, hogy 18.455. Akkor azt beállítjuk 18.000. Legyen egy kicsit több. Beállítjuk így 21.000-re mondjuk. És akkor ennyi. Ugye a center tank meg a trim tank gyakorlatilag üres is. Ugye ez egy elég hosszú útra tervezett repülő, tehát így lehet beállítani neki a dolgokat hasonlóan, mint az ACE programnál. Mondjuk az aerofuel vetje az majdnem maximumon van, de a take-off vetje az meg körülbelül félnél van. Tehát azért még látszik, hogy lehetne belepakolni bőven. No, köszöntöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor szokásos komment, like, share.
Ha pedig valami problémád volt, akkor légy szíves, kommentben írd le. Na, köszöntöm még egyszer a figyelmet. Sziasztok!